Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Február 7-e péntek van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Imádom a szakmám, mindig is jogásznak készültem, de ezt a felkérést hiba lett volna visszautasítani. Dr. Pergel Elza alpolgármester híradónknak beszélt először terveiről. Idén már 7. alkalommal rendezik meg az Arabona évszázadai című városismereti vetélkedő sorozatot. Az elmúlt években 1200-an vettek részt a versenyen, idén több mint 200-an indulnak. Világszenzáció egy győri tanyán, kecske ötösikrek születtek egy Szent Iváni vállalkozónál. A kecskéknél a 4-es szaporulat is ritka, az 5 gida világra jötte pedig szinte csodaszámba megy. Imádom a szakmámat, mindig jogásznak készültem, nem számítottam rá, hogy egyszer alpolgármesterként segíthetem Győr fejlődését. Ezt mondta dr. Pergel Elza alpolgármester, aki híradónknak beszélt először terveiről és elképzeléseiről. A frissen megválasztott városvezető kiemelte, alpolgármesteri felkérése egy olyan gyönyörű feladat, amit hiba lett volna visszautasítani. Dr. Pergel Elza bízik benne, hogy dr. Dézsi Csaba András jól választott, és mindhárom alpolgármester megfelel majd a feladatának. Remélem, hogy Dézsi Csaba András nem hibázott, amikor engem választott harmadikként maga mellé. Az új polgármester és az új alpolgármesterek beiktatása után rendezett sajtóbeszélgetés, ahol dr. Dézsi Csaba András hivatalosan is bemutatta az új arcokat a városvezetésben. Dr. Pergel Elza nem közgyűlési tagként lett alpolgármester, és nem is készült a megbízatásra, amit gyönyörű feladatnak tart. Összegyúrt talán az élet, a munka bennem egy olyan összhangot, aminek összhangnak köszönhetően eljutottam odáig, hogy nekem nem hatalomra és pozícióra van szükségem, hanem olyan emberekre, akik hasonlóan gondolkodnak és igényt tartanak az én munkámra. Ezt nem beszéltük át Dézsi doktorral, mert azt hiszem, hogy annyira közös szemléletmóddal éljük az életünket, hogy amikor ő rákérdezett arra, hogy nekem mik a további terveim, akkor én éreztem azt, hogy ő valamilyen módon szeretne rám számítani. Az alpolgármester, aki egyben a KDNP helyi elnöke is, nagy dolognak tartja, hogy a kereszténydemokraták hosszú idő után újra kivehetik részüket a városvezetésből. Dr. Pergel Elza abban bízik, két alpolgármester társával együtt meg tudnak felelni feladatuknak. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, amikor azt mondta a polgármester úr, hogy megválasztása után, hogy tudja, hogy én azt mondtam, hogy semmit nem szeretnék, ami ilyen felírható tisztséggel jár, és hogy a kereszténydemokratákat én szeretném pozícionálni, de a kereszténydemokraták közül ő úgy gondolta, hogy azért lenne rám szüksége, mert szüksége van egy jogászra, akinek van tapasztalata, aki érzelmileg feltételezhetően ugyanúgy viszonyul ehhez a pozícióhoz, mint ahogy ő viszonyul. Nagyon nagy szeretettel, nagyon nagy tisztelettel és óriási boldogsággal a szívében. Dr. Pergel Elza az egészségügyi, szociális, oktatási, idősügyi, esélyegyenlőségi és nemzetiségi ügyekért felel. Az alpolgármester nagy elánnal vetette magát a munkába, folyamatosan méri fel, milyen feladatok várnak rá és a városházi apparátusra. Biztos vagyok benne, hogy ez működőképes lesz, abban is biztos vagyok, hogy vitamentes lesz, azért lesz vitamentes, mert egyikünk sem akar olyat, ami a másik ellenében lenne. És mivel nem vagyunk 100%-osan még annak a tudásnak a birtokában, amit itt az apparátus tud, és aminek az apparátus birtokában van, nagy felelőtlenség lenne, ha most meghúznánk a vonalakat, hogy ezt így meg fogjuk húzni, de ehhez be kell szerezni azt a tudást, amihez azt gondolom, hogy a mi felkészültségünk megvan. Dr. Pergel Elza hozzátette, a jövőben egy szakmai és egyben baráti, lélekben is összetartó vezetése lesz Győrnek. Ő maga nagyon hasonlóan gondolkodik a világról, mint dr. Dézsi Csaba András polgármester, ez pedig garancia lehet arra, hogy jó irányba mennek majd a város dolgai.
Tavaly évvégén adták át hivatalosan a megújult vásárcsarnokot, azóta elmondható, hogy az új létesítmény teljesen megtelt élettel. Az utóbbi hetekben egy fontos arculati változás is történt az úgynevezett Kereskedők utcájában, hiszen egységes pavilonokat helyeztek ki a szolgáltató szakemberei az árusok számára. A tervezésbe bevonták a bérlőket is, és úgy alakították ki a pavilonokat, hogy azok számukra a lehető legmegfelelőbbek legyenek. Péntek délelőtti helyzetkép a vásárcsarnokból, ami az utóbbi hetekben egy fontos arculati változáson ment keresztül. A Kereskedők utcájába egységes pavilonokat helyeztek ki a Győr-Szol szakemberei. Már a vásárcsarnok átadásakor, tervezésekor is azt terveztük, hogy a vásárcsarnokhoz szorosan hozzátartozó Kereskedők utcájában egységes arculatot szeretnénk megjelenteni, egy rendezett, esztétikailag is megfelelő, korszerű berendezést szerettünk volna kialakítani. Ezeknek a pavilonoknak már a tervezésébe is bevontuk azokat a kereskedőket, azokat a bérlőket, akik majd ezeket használni fogják. A tervezésben is részt vettek, megnézték az első prototípusokat, amelyeket a rendelkezésükre bocsátottunk, és az ő véleményük és az ő jóváhagyásukkal indult el ezeknek a pavilonoknak a gyártása. A gyártás nemrég fejeződött be, a pavilonok pedig már a helyükön állnak, és megtelt élettel a Kereskedők utcája. Ahogy elhangzott, a szolgáltató számára fontos a kereskedők és a vásárlók véleménye, épp ezért nyitás óta folyamatosan meghallgatják az esetleges kéréseket, a felmerülő problémákat pedig igyekeznek orvosolni. Folyamatosan figyeljük azt, hogy mit lehet változtatni, hogy még komfortosabbá, még kényelmesebbé tegyük a vásárcsarnokot, a vásárlást a vevők számára, és végre is hajtottunk több olyan változtatást, amit igényeltek. Ilyen volt például a vásárcsarnok hőmérsékletének a csökkentése, kerültek ki új információs táblák mind a parkolóházhoz, mind pedig magába a vásárcsarnokba, amelyek segítik jobban az eligazodást, illetve működnek azok a LED falak is most már, amelyek a vásárlóknak az információt hordozzák, ahonnan tudnak tájékozódni. Így néznek ki a LED falak, melyeken friss információk találhatók. Osvár Tamás úgy fogalmazott, a vásárcsarnok az igazi arcát majd a tavaszi időszakban fogja megmutatni. Én azt gondolom, hogy az igazi arcát majd a vásárcsarnok akkor fogja megmutatni, amikor elkezdődik itt a palánta szezon, kicsit jobb idő lesz, több lesz majd az őstermelő is a vásárcsarnokon belül, és akkor nyilván a vásárlók is többen fognak bejönni. Bár nem panaszkodhatunk, tehát az évszaknak és a szezonnak megfelelően jó a vásárcsarnoknak eddig a forgalma, és természetesen majd a jó idő beköszöntével ez még javulni fog. Újabb fejlesztést hajtottak tehát végre a vásárcsarnokba, mely tovább bővíti a népszerű létesítmény repertoárját. Szombaton rendezik meg a 28. barokk bált. A győri báli szezon egyik legkülönlegesebb eseményére barokk és rokokó ruhákba öltözve érkeznek a vendégek, és a programokat is úgy alakították ki a szervezők, mintha egy korabeli farsangi bálon találná magát az ember. A rendezvény helyszíne idén is a város legszebb történelmi művészeti emlékeinek egyike, a Zicsi palota lesz, ami az igazi időutazás kulcsa. Híradónk az előkészületekbe tekinthetett be péntek délelőtt. Érkeznek a hatalmas körasztalok, közben pedig már a hangosítást próbálgatják a Zicsi palotában. Szombaton ugyanis már a 28. barokkbált rendezik majd itt. A győri báli szezon egyik legkülönlegesebb eseményének nagy hagyományai vannak, ezért precíz szervezést igényel. Idejében 28. alkalommal szervezzük meg a balokbált, és ahogy már látható, elkezdtük jó előre, két nappal előre a szervezési munkálatokat. Most tart a hangbeállítás, illetve hát az asztalokat kezdődik, a terítés és a dekorációknak a kialakítása, és bízunk benne, hogy a holnapi napra minden a helyére áll, az utolsó dekoráció, az utolsó kocka, és minden évben igyekszünk természetesen újdonságokat is hozni, mind a programokban, mind a látványban, mind a gasztronómiában, és bízunk benne, hogy idén is mindenkit sikerül elvarázsolni, illetve egy picit visszarepíteni a 17.-18. században. A képzeletbeli időgép lassan újra bekapcsol, igaz, a szervezők már közel egy éve igyekeznek gondosan összerakni a darabjait. 28 év alatt rengeteg tapasztalatot sikerült már szerezniük, épp ezért évről évre egyre gördülékenyebben megy a szervezés. A bálnak a szervezési munkálatait egy évvel előtte már megkezdjük, hiszen nagyon fontos, hogy tényleg minden évben újdonságot hozunk, illetve a bál után rögtön össze szoktunk ülni a kollégákkal, és átbeszélni, hogy mik a hibák, az apró hibák, vagy mik voltak nagyon jók, amiket érdemes a jövő évbe továbbfejleszteni, és hát idén is így volt, tavaly évben bűvészt vártunk, most idén az volt a koncepció, hogy egy kicsi
barokk összművészeti rendezvény és bál legyen, ami tényleg elvarázsolja 17.-18. században a bálozókat. A fesztivál központ igazgatója egy titkot is elárult, miszerint operaszösszenetekkel, pantominnal és sziluettvágó művésszel igyekeznek újat hozni az idei barokk bálra. Évek óta megszokott a korabeli virág dekoráció, mely idén is a rendezvény dísze lehet. A kompozíciók anyaga vágott virág, ami ugye azt jelenti, hogy különböző virágokat, rózsákat, szegfűt, gerberát, ugye a kornak megfelelő virágokat használunk fel. A gerbera már egy kicsit modernebb megoldás, viszont évről évre változik az asztal dekorációja. Tavalyi évben szószos tálak voltak fent, porcelán szószos tálak, és ezek a tálak voltak kitűzve különböző virágokkal. Idén egy kicsit újítunk, ez legyen meglepetés. Ha pedig már meglepetések, keddesti Hello György című magazinunkban fény derül majd ezekre a titkokra, ugyanis látványos beszámolót készít a barokk bárról a György Plusz televízió stábja. Idén már 7. alkalommal rendezik meg az Arabona évszázadai című városismereti vetélkedő sorozatot Győrben. A több fordulós viadalon 6.-7. osztályos általános iskolás diákok mutathatják meg azt, hogy mennyire ismerik helyi történelmüket és környezetüket. Az elmúlt években több mint 1200-an vettek részt a versenyen, ebben az évben pedig a nevezők száma meghaladta a 200-at. Már 7. alkalommal indult útjára az Arabona évszázadai című vetélkedő sorozat. A viadal megnyitója ezúttal is a Molnár Vid művelődési központban volt. Amikor elindítottuk ezt a játékot, akkor arra gondoltunk, hogy kellene egy jó játék a 6.-7. osztályos diákok számára, ami bemutatja számukra a várost, megismerhetik játékos, szórakoztató formában, iskolai kereteken kívül, hogy minél többet megtudjanak meg, és ezáltal megszeressék ezt a várost, és megbecsüljék, és a végén talán lokálpatriótákká váljanak. Azért erre a korosztályra gondoltunk, mert a 6.-7. osztályosok már rendelkeznek némi tudással, nagyon önállóak, nagyon lelkesek, úgyhogy be lehet őket vonni mindenféle jó dologba. A szerencsekerék is forog majd, a három fordulón és a tematikán nem változtattak a szervezők, azonban újdonságnak számít, hogy a Győri Ipartestület is segíti az eseményt. A tematikájában nagyon nem változik. Jól bevált ez a Totó kérdéssel indító játék. Van egy nagyon sikeres elődöntője ennek a játékfolyamnak, ami a belvárosba kerül megrendezésre, és menetlevél segítségével különböző belvárosi helyszíneket kell felkeresni. Hát ez egy abszolút önálló feladat, nagyon élvezik a gyerekek. És a végén van egy döntő, ahova a legügyesebb 10 vagy 11 csapat, ez attól függ, hogy van-e holtversenyben szereplő csapat. 10-11 csapat került ide a döntőbe, amit itt szervezünk meg nálunk a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központba. A megnyitón elhangzott, hogy a szervezők mellett a pedagógusok is nagyon sokat tettek azért, hogy ez a rendezvény ilyen népszerű legyen a diákok körében. 1226 gyermek indult az elmúlt 7 évben. Most 208 tanulót köszönhetünk a mai napon, és megismerhetik ők Győr történelmét, olyan helyekre juthatnak el, ahova talán még mi sem jutottunk el, olyan dolgokat ismerhetnek meg a városra, ami sokkal jobban köthető őket majd a városunkhoz. Reméljük, hogy évek múlva, amikor visszaemlékeznek, akkor szeretettel fognak visszaemlékezni a szervezőkre is, hiszen komoly munkával adnak olyan tudású alapot nekik, amivel gyakorlatilag szórakozva tanulhatnak ezen a versenyen. Az Arabona évszázad egy nagyon jó ötlet, de a szervezők töltötték meg tartalommal, és az a munka, amit ők elvégeztek 7 év alatt, az rendkívül kiemelkedő. Nagyon-nagyon sok olyan generáció fog fölnélni valószínűleg még a következő években, aki ennek a versenynek köszönhetően ismeri meg Győrt. Úgyhogy kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást, a szervezőknek pedig köszönjük a munkájukat. A hangulatot a bronzizd dobta fel, a táncos csapat sikeresen mozgatta meg a diákokat is.
A játék értékes ajándékokért zajlik, ami annak köszönhető, hogy több győri cég és vállalkozó is támogatja a vetélkedőt. Most először születtek kecske ötösikrek a győri Kránic tanyán. A régóta kecske tenyésztéssel foglalkozó Szent Iváni vállalkozó híradónknak elmondta, a tanyán születtek már hármas és négyesikrek is, de ötösikrek még sohasem. Ez egyébként szenzációnak számító kecske szaporulat. Az öt kicsiből sajnos csak három maradt életben, de azok szépen cseperednek. A kis csöpségeket társaikkal együtt mesterségesen táplálják a tanyán, ahol több száz kecskét nevelnek. Szépen cseperednek azok a kecskegidák, akik még januárban jöttek a világra. Az ellés szenzációnak számít, hiszen a tanyán korábban sohasem születtek még ötösikrek. A holland núbiai Bak és a szintén núbiai Gödöje kicsinyei közül sajnos csak hárman maradtak életben. A kicsiket mesterségesen gidaitató géppel táplálják. Gidaitató automata szolgálja ki őket, mi csak cumi gépnek becézzük. Folyamatosan keveri a tejpótlót, folyamatosan rendelkezésükre áll. Sajnos, amikor tanítjuk meg őket cumizni, akkor egy ilyen feltételes reflexet azért, ezt a pavlovi reflexet, azt hozzákötik a gidák. Hogyha meglátják az embert, akkor mindjárt éhesek lesznek. Hát ezt próbáljuk, tehát így mindenkit meg kell tanítani. Idén már januárban elkezdődött az ellési szezon, és ez a lendület február végéig is kitarthat. A tulajdonos elmondta, ennek a kecske anyának már többször volt négyes ellése, de még ők sem számítottak arra, hogy ötös gida ikrek látják meg a napvilágot a tanyán. A négyesnek is nagyon szoktunk örülni, a gidákat felneveljük, ők, tehát a női ivar az tenyésztésre szokott hasznosulni, tehát tenyész célú gidák lesznek, a bakokból is a tenyészállatokat tartjuk meg, ez egy 10% az állománynak körülbelül, és hát jelenleg egy olyan 250-300 ellésre számítunk az idei évben. Törzs tenyészetként az összes egyed esetében dokumentálnak mindent, a fejéstől az ivarzásig, minden állatnak ismerik az apját és az anyját is. Az ellési időszakban jobban oda kell figyelni az állatokra, hiszen előfordulhat, hogy szülés közben segíteni kell az anyának. Ilyenkor hát nagy üzem van nálunk, van, hogy napi 15 ellés is van, vagy 20. Ilyenkor fokozottan figyelni kell, mert néha segíteni kell az anyáknak, hogy minden gida épségben kijöjjön. Mesterségesen neveljük őket, tehát a kolosztrumot, a fölcstejet azt megkapják, de azt is cumiból, és utána elkülönítetten neveljük a fertőzések, meg mindenféle problémák elkerülése véget. Fűtünk nekik, minden földi jóval ellátjuk, hogy szépen egészségesen nevelhessük őket. Az elérhető legjobb holland genetikát használják, ennek is köszönhető, hogy tenyész állataikat nem csak hazánkban, de a határokon túl is szívesen vásárolják. Tavaly például egy kamionnyi közel 300 egyedet szállítottak Kazaksztánba, ottani tenyésztésre. Az Art World Hungary Egyesület ebben az évben első kiállítását rendezte meg a napokban a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében. A győri képző és fotoművészeteket tömörítő egyesület ezúttal a 60. születésnapját ünneplő Varga György fotoművész képeiből hívta életre a tárlatát. A kerek évfordulót ünneplő művész körülbelül 10 éve hobbi szinten kezdte a fotózást, de 2019-ben már megkapta a kiváló fotós minősítést is a Nemzetközi Fotószövetségtől. Szemgyönyörködtető, már-már festményeknek tűnő fényképekből nyitotta meg idei első kiállítását az Art World Hungary Egyesület az Iparkamarában. A Tájak és emberek címet viselő tárlat 6-7 évnyi anyagot foglal magába. Ez a kiállítás körülbelül olyan 6-7 évnyi anyagot foglal össze. Ez a kezdetektől kezdve, amikor elkezdtem komolyabban foglalkozni a fotográfiával, ez abból vannak. És így ebben 6-7 éven keresztül minden évben talán található itt fotó. Ezek nekem kedvenc képeim, a legtöbbje díjazott kép, többször is díjazták nemzetközileg és hazai zsűri előtt is megállták a helyüket. Az életmű kiállítást a művész 60. születésnapja alkalmából rendezte meg az Egyesület. Varga Györgyöt 2007-ben a Győri Fotóklub Egyesület felvette tagjai közé, ezzel segítette, hogy 30 országban több mint 300 képét mutathassa be.
Görcsné dr. Muzsai Viktória, az est házigazdája elmondta, öröm, hogy szebbnél szebb műveket tud kiállítani az Egyesület. Beszélt arról is, hogy ebben az évben milyen programok várhatóak az Egyesületnél. A tavaly év 5 rendezvénye után az Art World Hungary az idei 2020-as évben nem 5, hanem 7 hónapra kapta meg a kamara auláját, és az első fél évben 3 kiállításunk lesz, azok közül a Sort, ez a Tájak és Emberek című életműkiállítás, fotokiállítás nyitja. Aztán áprilisban lesz egy Art World összes tagját érintő, aminek tematikus címet fogunk adni, most még nem árulnám el, hogy mit, időben elfogom, és júniusban pedig egy kiváló tagunk, grafikus művész, Horváth Ákos egyéni kiállítása lesz. A páratlan fotókból készült kiállítást az érdeklődők március 27-ig 9 és 17 óra között tekinthetik meg a kamara épületében. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Most következnek sporthíreink, friss információkkal pedig legközelebb, február 10-én hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon. Egyre több tehetséges fiatal kerül ki a hazai jégkorong klubok utánpótlás bázisaiból, így a magyar korosztályos válogatottak már közvetlenül az elit mögött versengenek a legjobbak közé jutásért. A 17 éves fiúk nemzeti csapata a napokban Győrben szerepel egy tornán, a japán, a lengyel és az ukrán válogatottal együtt. Miközben a felnőtt jégkorong válogatott olimpiai selejtezőn játszik, és csütörtökön legyőzte az észteket, majd hasonló sikerre készül a románok és a britek ellen is, az utánpótlás sem pihen. A 17 évesek válogatottja éppen Győrben vesz részt egy 4 csapatos tornán, ahol Japánnal, Ukrajnával és Lengyelországgal mérkőzik meg. A szombatig tartó kupa ugyan tét nélküli, a barátságos meccsek azonban kiválóan szolgálják a felkészülést bármelyik világversenyre, hiszen a résztvevő csapatok mindannyian hasonló játékerőt képviselnek. És hogy hol áll a magyar jégkorong utánpótlás nemzetközi szinten, a sűrű középmezőnyben. Nagyon nehéz ezt összehasonlítani mondjuk egy olyan Kanadával, ahol több százezre jégkorongoznak, vagy egy Svédországgal, ahol olyan szinten nemzeti sport a jégkorong, hogy gyakorlatilag majdnem, hogy bottal a kézben születnek a gyermekek. Magyarországon körülbelül olyan 6000 felett van az igazolt főként utánpótláskorú játékosoknak a száma. Én azt hiszem, hogy ehhez képest Magyarország nagyon-nagyon ott van a térképen. Nem azt mondom, hogy a második ligában játszunk, hanem inkább azt mondom, hogy ezt úgy kell elképzelni a jégkorongban, hogy vannak a klasszikus orosz, kanada, svéd, finn, tehát ezek az országok, és gyakorlatilag utána bődületesen nagy harc van itt is, tehát én azt gondolom, hogy közvetlen ott vagyunk ezeknek az országoknak a nyomában. A 17-20 éveseknek már komoly versenyeket ír ki a Nemzetközi Szövetség, hiszen ezek a korosztályok közvetlenül a felnőtt mezőny előszobájának számítanak. A torna első napján a japánok könnyedén győztek Lengyelország ellen, akár csak az ukránok a magyar válogatott ellen. Szombaton zárul a torna, délelőtt 10:30-kor Ukrajna Lengyelországgal, 14 órakor Magyarország Japánnal meccsel. A négy nemzet tornája mérkőzéseit még nem az új 1700 főt befogadó csarnokban rendezik, hiszen ez a létesítmény még nem készült el, bár a munkálatok már finisben vannak. A jövőben azonban komoly nemzetközi viadaloknak is otthont adhat Győr, és tervben van az is, hogy rövid időn belül felnőtt csapata legyen az Etónak, amely a legmagasabb osztályban szerepelhet. Sporthíreink végén köszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok, a viszontlátásra!